Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 3-áig. A hétfői napon a hold uralkodik. Ezen a napon teli hold van. Egy nagyon érdekes energia most ez a teli hold, amiről készítettem egy videót. Egyrészt azért, mert a hold a Rohini holdházban van. És Rohini az a nagy szerelme volt a holdnak. Erről számol be az indiai mitológia. Tehát egy erős szerelmi energia. Azon kívül a hold szemben áll nem csak a nappal, hanem Mars bolygóval is, és ez jelenti a férfiakat. Itt tükröződik a férfiaknak valami. És Mars bolygó nagyon erősen hat, hiszen a Szkorpión jegyében van, az indiai számítás szerint, és itt Mars bolygó uralkodik. Ami bennünket, hölgyeket illet, a teli hold jó hatással van ránk, hiszen a hold a föld elemében van, Vénusz bolygó szintén a föld elemében van, tehát itt is megvan a kapcsolat, és ez a teli hold segít. Ami még érdekes, erről beszámolok a videóban, a teli hold videóban, hogy a hold eléri az aranykaput az ekliptikán. De erről majd ott a videóban beszámolok, illetve beszámoltam már, hiszen a videó elkészült, és ezt meghallgathatod ott, hogy mit jelent ez az aranykapu. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy kisbaba születését. Amit a gyermek még jelent, az ártatlanság, vagy egy új kezdet, egy új irány. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ez egy portál nap. Ezen az estén tartok egy szertartást, ugyanúgy, mint hétfőn, a teli holdnál. Részt vehettek ebben, jelentkezhettek e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A keddi napon megjelenik a lílium virág. Ez is az ártatlanságra utal, vagy szép gondolatokra, tiszta érzelmekre. Azt is jelentheti a lílium, hogy itt most tisztázódik valami egy bizonyos helyzetben. Ami a párkapcsolatot illeti, a lílium az szimbolizálja a szexuális témákat is. És megnézzük, hogy mi várható szerdán, amikor Merkur bolygó uralkodik. A horgony jelenti egyrészt a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. Ez lehet a munka, a hivatás, a család, a lakhely, a párkapcsolat. Ezen kívül jelenti a horgony a munkahelyet. Lehet, hogy a munkahelyen tisztázódik valami, hiszen ártatlan vagy, és az igazság kiderül. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt megjelenik ez a nagy medve. Ez jelenti a te életerődet, hogy be tudod bizonyítani magadat. A medve lehet egy személy is, akinek szava van. Az is lehet, hogy valaki parancsolgat neked.
Ami a munkahelyet illeti, akkor a medve az jelenti a főnöködet. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, te megjelensz a nyilvánosságon, megvan hozzá az erőd és a fellépésed, mások észrevesznek téged, azon kívül jelenti azt is, hogy megkapod az elismerést. Lehet, hogy a munkahelyeden és a főnököd közli ezt veled. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. A koporsó az lezár bizonyos témákat. Ezek lehetnek nehézségek, vagy nézeteltérések, akkor ez most elmúlik. A koporsó jelenthet régi témákat, és hogy valaki visszatér a múltból, vagy valaki gondol rád. A koporsó néha jelenthet örökösödési ügyet is. Ebben az esetben akkor a medve lehet a bíró. És itt kiderül valami a nyilvánosságon, tisztázódik valami. Vasárnap felett a nap uralkodik, itt középen van a nap szimbóluma. A halak jelentik az anyagiakat. Természetesen ez összefüggésben áll a munkával, a hivatással. Az is lehet, hogy van egy örökösödési ügy, ahol pénzt fogsz kapni, hiszen itt látható a koporsó, ez jelenthet egy örökösödési ügyet, itt a bíró, és megjelenik a nyilvánosság és a pénz is. De a halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket is. Hogy valaki gondol rád, a múltból visszatér hozzád, mert értékes vagy számára. Vagy itt megjelensz a nyilvánosságon, a főnököttől megkapod az elismerést, mert tudatában van a te tehetségeddel, tehát itt is megjelenik ez az elismerés, hiszen megvannak az értékeid. Te is tudsz nyújtani valamit, ez lehet a tudásod, a tehetséged. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok, lesz egy új kezdet, egy új irány. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.